Következő napirendi pont a térfigyelőrendszer karbantartási feladataira cég megbízása. El szeretném mondani, hogy november a mai nappal lejár az érvényes szerződésünk. Az átülés keretében tárgyalni fogja a testület a kamerarendszer bővítését. Bővítés követően új karbantartási szerződés megkötésére fog sor kerülni, amennyiben a testület jóvá hagyja. A jelenlegi cég adta a legkedvezőbb ajánlatot, amíg a bővítés el nem készül, addig a céggel érdemes a további együttműködést fönntartani és megbízni a KG Holding Kft-t 480 ezer forint plusz áfa per év összegér. Balangó képviselő úrja a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Csak úgy tudok támogatni bármilyen ilyen javaslatot, mint az elején elmondtam, hogyha kikötjük, hogy alvállalkozóval nem csináltathatja meg. Jelen pillanatban Abonyban udvari beszállítóknak nevezik azokat, akik a városnak a megrendeléseit végrehajtják, és az udvari beszállítók alvállalkozóknak adják ki a munkákat. Ezzel a saját pozíciónkat gyengítjük, nem bolygatják meg az alvállalkozók a rendszert, mert hogyha szólnak, akkor az udvari beszállítók nem őket fogják megbízni alvállalkozóként. Úgyhogy én ragaszkodom ahhoz, hogy a képviselőtestület valamilyen formában olyan döntést hozzon, hogy alvállalkozóval, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi, hogy alvállalkozóval nem csináltathatja meg. Túl kicsi ez a város ehhez, hogy itt valaki csak nyerészkedjen ilyeneken, vagy valakik nyerészkedjenek ilyen dolgon. Köszönöm szépen. Ez most éppen nem igazán értelmezhető, hiszen a legolcsóbb ajánlatot adta, és a másik cég, aki szintén Abonyi, annak a dupláját mondta. Tehát most több meg nincs is. A Multi Alarm, az pesti cég, az eleve kiesik, nem csak azért, mert olyan ajánlatot adott, ami olyan, tehát messze van, és azért drága, mert Pestről neki le kell ide jönni. Tehát itt a KG Holding, az Abonyi székhelyű vállalkozásról beszélünk. Most alkalmazottja, elnézést kérek, bárkinek bárhonnan lehet alkalmazottja, hát tovább alvállalkozásban meg miért adná? Tehát például Kis Gábor rendszeresen bejár, és ő maga nézi meg a kamerákat. Hát nem tudom, hogy honnan. Feltehetően nem erre konkrétra vonatkozott, hanem úgy általánosságban elnök úrnak az észrevétele. Ja, már kapott elnök úr, de megadom természetesen most. Köszönöm szépen. Tehát nem erről a vállalkozásról beszéltem, hanem arról a helyzetről, hogy innentől kezdve minden egyes ilyen cég megbízásnál legyen benne az a döntés, hogy alvállalkozóval nem csináltathatja meg. Én nem erről a cégről beszéltem, véletlenül sem. Jó, nem erről beszéltem, nem erről a helyzetről, de utána kérdeztem egy csomó mindennek, és hát ez a vállalkozói népakarat, most nem tudom, hogy mondjam, hogy erre figyeljen oda a képviselőtestület. Jó, tehát nem erről a cégről beszéltem, mielőtt még bárki valamiféle büntetőjogi felelősségemet megpróbálná firtatni. Nem, Isten őriz. Köszönöm. Jó, ezt úgy tudjuk elkerülni a jövőben, hogy az árát bekérésekor erről nyilatkoztatjuk, hogy tehát, hogy a tevékenységhez alvállalkozót kíván-e igénybe venni. Azért elmondanám, hogy a helyben működő legnagyobb építőipari vállalkozásoknál is vannak olyan szakfeladatok, amelyekhez kénytelenek alvállalkozást igénybe venni. Tehát, mert ahhoz nagyon egyszerű, például elviszik generálba egy óvoda felújítását, és annak a nyilázáró cseréit, azt nem maga a cég fogja legyártani a műanyag nyilázárokat is üvegezni, hanem alvállalkozás keretében kér be ajánlatot, és azt fogja megcsinálni. De ez nem jelenti azt, hogy mint generál kivitelező a feladatot ne tudna ellátni. De ha konkrétan ez a kérdés, akkor meg fogjuk jelöltetni, hogy adott munkanemeknél hol kíván alvállalkozót igénybe venni. Jó, tehát akkor nem lesz nekünk egyetlen egy megvalósított beruházásunk sem, ha ezt kikötjük, hogy alvállalkozót nem vehet igénybe. Mert vannak olyan szakfeladatok, legyen az egy gépészeti szakfeladat, egy villamossági szerelés,
vagy egy nyilázáró cseréje. Ha pedig mindre külön-külön kérünk ajánlatot, és nekünk kell koordinálni, azért egy építkezésnél hagyd mondjam, hogy a munkaterületet kell átadni, egyszerre kell dolgozni több ágazaton, és amit most elnök úr felvetett, az gyakorlatilag nehezen kivitelezhető. De be fogjuk kérni, hogy mely feladatoknál, mert azt hangolni kell. Tehát egy építésvezetőnek tudnia kell, hogy mikor jöhet oda a gépész, mikor jöhet oda a villanyszerelő, mikor tudja az ajzatbetont rárakni, folytatni a burkolási tevékenységet, és olyan helyi vállalkozót, én az elmúlt 11 évben itt helyben nem ismerek építőipari céget, aki az alaptól kezdve a burkolásig egy épületnek alvállalkozó nélkül kompletten meg tudja csinálni. De várom, itt a nyilvánosság előtt mondom, hogy ha van ilyen, nem tudok róla. Tehát egy párat azért ismerünk. Egedi doktor kért szót. Most, de most zából... itt leragadunk, mert ez nem téma. Most megint. Jó, ezek szerint erre a cégre nem téma, de mégis elhangzott egy állítás. Tehát most közben itt gondolkodtam, meg megkérdeztem a Mészáros képviselőtársamat is, hogy jól emlékszem-e, hogy az elmúlt, tehát ebben a ciklusban én nem emlékszem olyan vitára, hogy arról lett volna a vita, hogy most ne az a cég legyen, hanem a másik cég, vagy hogy egy adott kivitelezésnél mondjuk a testületnek épp a minimum többsége szavazott meg egy céget, egy kisebb hányada meg egy másik céget. Tehát nem emlékszem ilyen vitákra. Én is úgy emlékszem, hogy mindenki egyhangulag megszavazta az előterjesztésben szereplő legjobb árajánlatot, összességében legjobb árajánlatot tevő kivitelezőt, és ilyen értelemben nem tudom ezt az udvari beszállító kifejezést értelmezni, illetve úgy értelmezem, mert kicsit olyan pejoratív, hogy ez megfogalmazás, de ugyanakkor meg mégis ebből kifolyólag úgy kell értelmezni, hogy mindenki, akivel szerződésben van különböző munkálatok elvégzésére a városi önkormányzat, az ilyen értelemben mégiscsak a kudvari beszállító, hiszen konszenzus volt a kiválasztásuk vagy a megbízásuk mögött. Na most akkor kicsit ilyen bizonytalan vagyok, hogy most akkor mire gondol a képviselő úr, én szeretnék ebbe tisztán látni, tehát majd kérnék akkor erről egy tájékoztatást, ha más nem hogy személyiségi jogokat ne sértsünk, akkor az átülés úgy is lesz, tehát én tisztelettel kérnélek, hogy kikre vagy mire gondolsz, tehát... Nem ez a napirendnek a témája. Nem, csak azért mondom, hogy zárt ülésen, hogyha tudna egy... Tehát azt tudom, hogy a árajánlatok bekérését is településfejlesztési osztály intézi. Volt olyan nem egyszer, amikor firtatta bárki is, hogy most milyen ajánlatok, akkor azt mondtuk, hogy bontsa a pénzügyi bizottság az el, ne is lássuk. És akkor az ajánlatok bontását elvégezte, és kiválasztotta a legjobb ajánlattevőt. Olyat is tudok mondani, elnök úr, hogy Abonyi vállalkozó, és azt mondta, hogy Abonynak sose fog munkát csinálni, mert nem számlaképes. Ugyanakkor telekürtöli az egész várost, hogy csak XY csinálhat nekünk bármilyen munkát, másik meg nem, de amikor arról van szó, hogy kérünk tőle ajánlatot, akkor nem ad ajánlatot, mondván, hogy nem akar számlát adni, vagy nem tud számlát adni. És így eléggé meg vagyunk kötve. Úgyhogy lépjünk ezen túl, és az lenne a kérésem, elnök úr, hogy bármi ilyen információ van, akkor nyugodtan, de nem hiszem, hogy most itt ezt nyílt ülésen ebben kellene megbeszélni. Mert könnyen kerülhetünk tényleg rágalmazás vágya alá. Tessék, de megadom a szót természetesen. Köszönöm szépen, Egedi képviselő, nem jól figyelt, nem azt mondtam, nem én mondtam, hogy udvari beszállító, ezt mondják. Őket kell megkérdezni. De én nekem az a dolgom, hogy beközvetítsem, de nekem az a dolgom képviselőként, hogy közvetítsem ezeket a visszajelzéseket. Azt kell mondani, hogy tessék megkeresni polgármester asszonyt, vagy Egedi doktort, vagy a bizottságot, és a írásban vállalni, mert a piaci pletykán már azért egy testületnek túl kéne lőni. Elnök úrnak is azt kellene mondani, ha azt mondják. Ez így az egész vállalkozói szférára negatívan hat, én azt gondolom, mert senki nem akar úgymond udvari beszállító lenni. Elnök úr, tegye meg, hogy aki ezt mondja,
azt irányítsa hozzánk, és higgy el, hogy nem fogom pellengére állítani, de akkor tudjuk tisztázni a vitás kérdéseket. Jó, hát úgy látom, hogy nem nagyon akarja érteni a, nem nagyon akarják érteni a, az emberek a szót. Elmondom konkrétan, mi hangzott el, rajtatok röhögnek, szabonyiak. Mert a képviselőtestület megbíz cégeket, és aztán azok a cégek meg kiadják alvállalkozónak, és aztán lenyelik a lóvét. Ezt így szó szerint ezt mondták. És ezt is mondták, hogy konkrétan melyik. De nem fogom elmondani, mert hülye nem vagyok azért. Itt, hogy elkezdjek majd pereskedni, meg járni valahova. Nem, csak képviselő nem figyelt jól, tehát az udvari beszállítót nem én használtam, hanem azt használják az emberek. El lehet távolodni a társadalomtól itt ülve, fönn a polcon, csak sincs semmi értelme. Amikor konkrétan szavazni kell majd, mert eddig elnök úr is ugyanezt, ezeket megszavazta, akkor majd akkor ki kell. Ja, mert én azt se tudom, tehát nem tudom, hogy kiről van szó, ki az, aki... Mert ez egy rossz ízű, rossz akaró mondás. Mert ha konkrétan valaki jót akar, akkor konkrétan megnevezi, hogy erre figyeljetek már oda, mert ez nem így van. És vállalja a nevét hozzá. Az a legegyszerűbb, hogy más szájába adok rágalmazó mondatokat. És most nem elnök úrra gondolok, hanem az az X-i, hogy a város szájára vesz bennünket, hogy... Mi nem úgy. Mondj el. Valakinek valami nem tetszik, abból még nem hiszem, hogy itt nálunk bárkinek baja lett volna, hogy elmondja. Egedi doktor? Kérem, hogy majd lesz az zártülés, akkor hozd meg ezt az információt velünk, mert... Tehát hogy konkrétan miről? Mert igazából én csak egyet tudok... Lépjünk már túl, fél órája ezen meditálunk, és ott tartottunk. Hát jó, de ez egy fontos információ, nem? Hogy feladatra van egy helyi vállalkozó, meg tudja csinálni, eddig is kijárt, nézte a kamerákat, tett javaslatot, hozta, javította. Mert még beszabad fejezni, én egy dologra tudok e tekintetbe gondolni, hogy a gyakorlati oldalról nézem, hogy tehát én alvállalkozónak hogy adnám ki, hogyha mit tudom én egy ilyen biztonsági rendszer felügyeletet. Nekem lenne egy ilyen cégem, akkor két módon adnám tovább, megnyerem a munkát, két lehetőség van, hogy továbbadom a vállalkozónak. Egyik lehetőség, hogy túl vannak az embereim terhelve, de a munkát megnyertem, el akarom végezni, tehát teljesítenem kell, és teljesítek. A megrendelő a teljesítést várja el tőlem. Másik lehetőség, hogy amikor én pályáztam, ugyan van egy cégem, de nekem nincsen a munkavégzésre alkalmazva senki. Tehát gyakorlatilag kvázi idézőjebben egy munkaerő kölcsönzőként működök. Nem tudok más, de lehet, hogy más van mögötte, nem tudom. Jó, lezártam a napi rendet. Aki egyetért az, hogy a KG Holdingot bízzuk meg, és két hónapos felmondási idő benne van a szerződésben, évi, 480 ezer forint plusz áfa összegért a kamerarendszer karbantartásával, a jelenlegi kamerarendszer karbantartásával, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenkettő igennel elfogadta a testület. Köszönöm szépen.